Megkezdődött a 6-os számú választókörzetben is az útburkolat javítása. Karcegi Nagy Zoltán vagyok, a Karcagváros 6-os választókerületének a körzeti képviselője, és jelenleg itt vagyunk a Püspökladányi út és a Honvéd út utca kereszteződésében. Igaz, ez a Honvéd utca, ez körzethatár az 5-ös számú körzettel. Több utcát is érint. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen még csak most indul, lesz ennek folytatása, egész nyáron megy majd a kátyúzás, hiszen a Városgondnokságnak embere, anyaga, minden megvan hozzá, sőt, fel is van térképezve a körzet, úgy a közterületfelügyelő, mint a lakossági jelzések alapján. A fagy az ugye károkat tesz az útban, és akár mit csinálunk neki, ezt minden évben újra és újra meg kell csinálnunk. Rendszeresen jelzik, én is járom, kerékpárral, autóval, úgyhogy az ember tisztában van, csak hát hatalmas a körzet. Az én körzetemben 1150 ház van például. Úgyhogy ha ezt most elképzeli valaki, hogy hány utca, meg hány kereszteződés, meg mennyi probléma, azt nehéz is lenne igazából állandóan mindig karba tartani, de igyekszünk rá, hogy a legfontosabbakat megcsináljuk. Lesznek még plusz fejlesztések, hiszen régi vágyunk és elképzelésünk a Jókai úti óvodánál egy 15-16 parkolóhelyes gyeprácsos parkolónak a kialakítása, és ennek a folyamata most kezd elindulni. Tegnap küldtem vissza az árajánlatot, jóvá hagytam az árajánlatot képviselői keretből, úgyhogy nagyon-nagyon reméljük, hogy hamarosan kivitelezésre kerül, és egy nagyon szép, kultúrált, 16 férőhelyes parkoló, a jelenlegi, mostani, amikor csak 2-3 kocsi fér be, és utána csak a sár van, amod a Takás Péter úton pedig csak a fű, meg az árok, tehát ez tarthatatlan volt ez a helyzet. Szülők is jelezték már, én már nagyon régen jelzem, de egyszerűen a lehetőség az most jött el, de most eljut, hál' Istennek. Üdvözlöm Pánti Ildikó, önkormányzati képviselőnőt. Megtörtént a vasút út és a kisújszállási útnak a kereszteződésénél egy útfelújítás. Mit lehet tudni a részletekről? Én is köszöntöm a városi televízió nézőit. Választókerületemben több fontos közlekedési útvonal található, amely lebonyolítja egyrészt a városforgalmát, másrészt lebonyolítja a városba be és a városból kivezető utakat. És ez nagyon fontos, hogy a város közútjai, az út melletti patkák, az útkereszteződések rendben legyenek, hiszen a forgalom tudva levően egyre nagyobb számszerűségben is, és másrészt forgalomban is. És a biztonság a legfontosabb. És fontos, hogy ezek az útvonalak olyan minőségben várják az odaérkezőket is, és a közlekedőket, hogy minél kisebb veszéllyel a balesetet elkerülhessük. És öröm számunkra, hogy a városvezetés fontos figyelmet fordít arra, hogy ezeket a fontos útkereszteződéseket felújítsa, rendbe tegye. És így adódott alkalom elsőként a Vasút utca, illetve a kisújszállási út kereszteződésének a felújítására, rendbetételére. Erről és a következő felújításokról polgármester úrtól hallhattunk a Karcag TV lakossági kérdésre adandó műsorában, hogy a felújítás következő munkálatai a Deák körút kisújszállási út területére, illetve a Vasút utca, illetve a Széchenyi út területére terjed ki. Örömmel fogadjuk, örömmel várjuk, nem csak a környék lakói, nem csak a város lakói, hanem valamennyien, akik ott közlekednek, hiszen tudva levő, hogy itt nem csak gépkocsival közlekednek, hanem kerékpárosok is vannak ezeken az útvonalakon,
tehát a forgalom is megnőtt, és örülünk, hogyha bármi felújítás a városban adódik, mint ebben az esetben is, és nekünk, az ott közlekedőknek pedig nagyon fontos a gépkocsi vezetőkkel és valamennyiünkkel együtt, hogy ezeket a felújított értékeket megbecsüljük. Örülünk neki, és bízunk a folytatásban.